A Trendház cégcsoport harmadik partner találkozóján több témát is érintettek az előadások keretében. Szó volt a kisvállalati adó bevezetésének előnyeiről, a családi vállalkozások generációváltásáról, valamint egy alapítvány bemutatásáról, mely a dolgozók érdekeit szolgálja. Nagyon sokan jelentek meg a harmadik partner találkozókon. Tényleg én is úgy érzem, úgy záródott bennem, hogy jól sikerült a partner találkozó. Az itt lévő vendégek is megfelelően hozzájárultak ahhoz, hogy ez tényleg egy sikeres partner találkozónk legyen. Mivel a hármas szám, mint mondtam előadásomban is, egy mesebeli szám, és én nagyon szeretem, nem csak azért, hogy három gyermekem van, és mind a három itt dolgozik már, és remélem, hogy nem három unokám lesz, hanem legalább háromszor három unokám lesz. Tehát ez mind olyan, amit nagyon jó érzéssel töltött el. Sikeresnek mondhatom. Napi rendek úgy érzem, hogy röviden, tömören elmondtuk, ami hát lehetőleg a vállalkozókat segítheti majd az elkövetkező időszakban. Milyen témákat érintettek az előadók? A családi vállalkozások köré építettük az előadásoknak a zömét, még az adótanácsadó által végzett előadás is, vagy elmondott szakmai program is erről szólt, hogy egy-egy családnál mennyivel több pénzt tudott maradni, és büszkék vagyunk arra, hogy az általunk könyvelt cégeknél idén 152 millió adót tudtunk megtakarítani. A Munkahely a Családokért Alapítvány több célból jött létre, melyből az egyik, hogy a munkavállalók családi és pénzügyi jellegű nehézségeire javaslatot, valamint megoldást találjanak. Ennek az alapítványnak a első évét végezzük, tehát augusztusban jegyezték be. Azóta már a minisztériumba be is jelentettünk, 11 önkéntesünk van már. Én úgy mondom, hogy erre büszkék lehetünk, és szeretnénk segíteni mind a vállalkozói oldalt, mind pedig a vállalkozóknál dolgozókat, ahhoz, hogy még jobb munkahelyek legyenek, még jobban érezze magát a vállalkozó is, és a munkavégző is. A találkozó másik témája a vállalkozásokon belüli generációváltás volt, mely nagyon aktuális manapság. Nagyon fontos a családi vállalkozások jelentősége, mert a teljes világon 70-90%-ban ők termelik meg a GDP-t, illetve hazánkban is több mint 50%-ban a hazai termelést ők állítják elő, illetve a foglalkoztatás szempontjából is nagyon fontosak, hiszen a munkavállalók több mint felének ők adják a munkát. Magyarországon ugye a rendszerváltás környékén alakult meg nagyon sok családi vállalkozás, és az előadásodban is mondtad, hogy most kellene egy generációváltást csinálni, és hogy erre tervet kellett volna, vagy kellene készíteni. Ezt hogyan kell elképzelnünk? Azt hiszem, hogy mondhatom, hogy kell, senki nincs még elkésve vele. Ami egy nagyon fontos, azt mondom, kritikus pont a generációváltáson belül, az az, hogy hogyan tud együtt dolgozni a fiatalabb és az idősebb generáció. Erre vonatkozóan biztosan vannak sorlódások mindenhol, de ezeket tudni kell kezelni, erre fel kell készülni. Egyrészt a fiatal generációnak magában rendezni kell azt, hogy hiába vagyunk mi tetrevágyóak, merészek, tiszteletben kell tartanunk azt az alapot, amit az elődeink fölépítettek, az ő részükről pedig megértést, és ahogy elhangzott a Táncos és Társak Kft. Példájában is, teret kell engedni a fiataloknak. Ezt úgy gondolom, ha nem is írásos formában, de mindenképpen átgondolva és magunkban rendbe rakva, tervszinten tisztázni kell. Nem rossz indulatból kérdezve, de vajon nem tudják, vagy nem akarják átengedni a fiatalabb generációknak az idősebbek? Én úgy gondolom, hogy benne van mindkettő, a nem tudás és a nem akarás is, hiszen a legtöbb esetben ez a családi vállalkozás, amiben a cég alapító dolgozik, az ő élete munkája. Egy igazi, kedves gyermek az igazi gyermekek mellett maga a cég is. Természetes az, hogy ő nagyon szívesen dolgozik benne továbbra is, és én azt gondolom, hogy ez nem akadály a generációváltáson belül.